Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Soltvadkerti Televízió, benne a Vadkerti Krónikával. A következő több mint fél órában tájékozódhatnak mindarról, mi minden történt az elmúlt héten városunkban, illetve térségünkben. Mai műsorunk témái a következők. Javában tart a szület a kunsági borvidéken. Jótékonysági lángosütés a piacon. A Dankó férfi kar lemezfelvétele. Asztali tenisz tábor Soltvadkerten. A kunsági borvidéken igencsak korán, még július végén a Néró és az Irsai Olivér betakarításával kezdődött meg a szüret. A borvidéken több helyen érezteti a hatását az aszály. Soltvadkertnek az a szerencséje, hogy ott, ahol a szőlők esőt kaptak, könnyebben átvészelik a sivatagi forróságot. A csapadék hiány miatt egyébként Kiskunmajsán, Kiskunhalason és Izsákon is nehezebb a helyzet. Azt hiszem, hogy ez egy történelmi év abból a szempontból, hogy extrém módon korán kezdődött a szüret, bár volt egy, ami az elmúlt években egyszer ugyanígy zajlott. A másik meg, hogy állítólag őszre befejeződik a szüret. Hát tulajdonképpen Soltvadkert és a borvidék, kunsági borvidéken nagy vonalakban jövő héten véget fog érni a szüret. Ez nem egy örömteli dolog, mert olyan gyorsan, először is ott kezdődik, hogy nagy veszteség érte a termelőket, mivel összeesett a termés, természetesen a légkinyerés alapján a feldolgozóknak is nagyon kedvezőtlen, és a termésmennyiség, mint mondtam, a vártnál, ami becsült volt, ami termelők becsültek meg, hát attól úgy néz ki, nem látjuk a végét, mert a papírokat nem kérték ki a termelők, és azért mi csak úgy körülbelül a saját cégen keresztül látjuk. Én úgy gondolom, hogy jó 20%-kal lesz kevesebb a becsültnél, úgyhogy ami volt, mikor úgy volt, hogy lesz prognosztizál, hál' Istennek nem lett, de alacsonyabb lett volna, mint a piacon kialakult. Ugye ez kunsági borvidékről beszélgetünk, itt Vadkerten azért egy kicsivel több csapadék hullott az elmúlt időszakban, ezt gondolom jelent itt a városban valamit, a többi helyen meg azért nagyon rossz a helyzet. Hát a Vadkert az kirél ezekkel a települések közül. Vadkert, Bócsa egy része, Kaskantyú, Kiskörös egy része kapott esőt, jóval többet. Hát júniusban volt 76, júliusban volt 54 mm, és most volt múlt héten 10 meg 20 mm Soltvadkerten. Kiskuhalas, Majsa, egész végig Csongrádig szinte mondhatjuk semennyi eső nem esett. Ott sajnos nemhogy a termés nagy része tönkre ment, a szőlőültetvények mennek tönkre. Itt is még lehet gond, ha mint ahogy látjuk az időjárás jelentésben, jövő héten megint kánikulát mond. Itt tulajdonképpen a termés szál Istennek lekerül róla, de hát ez egy óriási kihívás minden szempontból, egyszer a születelés, hogy gyorsan kellett leszedni. Éppen ma szoktunk beszélgetni, felszoktam hívni nagyobb feldolgozókat, hogy hogy állnak, nincsen megakadás, nincsen probléma. Épp ma beszéltem két nagy feldolgozóval, azt, hogy a kevesebb a szőlőjük, mint szerették volna venni. Exportra nem bírnak eladni szinte semmit, mert ahhoz már a magyar szőlő úgymond, idézel mondom, hogy drága lett az Lédig Must exporthoz, de tulajdonképpen nekik erre megvan, úgy néz ki a piacuk. De a nagyobb mennyiség lett, akkor nem bírták már feldolgozni ilyen melegbe, nem lehetett hűteni. A hűtéskapacitást, a feldolgozó kapacitás olyan bővülésre, bővítést igényel, amin az egész ágazatnak el kell gondolkodni. Régebben egy szület két-két és fél hónapig tartott, ma három, az lett volna ideális, ha ez három hét alatt lezajlik, de már mindennek a pincébe kéne lenni. Ennek okát mindenki tudja, hiszen másról se beszélünk nagyon, csak a klímaváltozásról, meg a erről az extrém melegről. Mit lehet ez ellen tenni mondjuk a szőlők kapcsán? Hát tulajdonképpen az egész mezőgazdaságnak a gondja a vízhiány. Hát ez ellen csak vízzel lehet védekezni, a vízhiány ellen. Lehet egy-két tükkel, tápanyag utánpótlása, azért most is látszik, hogy sokkal szebbek és nagyobb mennyi termés átlag van azokon az ültetvényeken, ahol kellő tápanyag utánpótlás lezajlott, ahol volt valamennyi eső, arról beszélek, mert ahol nem volt, ott hiába pótoltak tápanyagot, ott nem lehetett védekezni. Az ellen, a nulla eső ellen nem lehet védekezni, vagy a pár milliméter ellen. Itt azért látszik, nagy különbség van egyes ültetvényeken.
az, ott, ahol volt eső, az aszály tűrése ott azért tudott lenni nagyobb, ahol tápanyag. Hát a víz lenne a jó, hogyha megépültek volna a vízgyűjtők, és lenne benne víz. Nem tudom, hogy a szőlő kapná-e belőle, de jelen pillanatban egyetlen nagy problémánk, a legjobb problémánk a vízhiány, és ezen, hogy hogy lehet vázolni, azt hiszem, ez egy komplex intézkedéseknek kell ezt követni, mert anélkül mezőgazdaság nem létezik víz nélkül. Ugye azért a víz mellett ez az iszonyat hőség, ez a hatalmas kánikula is ugye rosszat tett a szőlőknek. Ha lenne öntözése lehetőség, akkor nem lennének ekkora károk? Természetesen a víz az sokat segítene. Hát ma nagyon nagy szerencse, hogy ráállt minden a kombányos születe, és tényleg jó munkát végeznek ma már a kombányok. Kézzel ebben, amíg lett volna, nem is nincs munkaerő, de ha lett volna, és ki tudna 40 fokban, 41 fokokban, vagy 38 fokban szüretelni, úgyhogy teljesen átalakult minden. Szerencsére a régió erre olyan szinten, hogy kialakultak azok a struktúrák, hogy van kombányos, aki ezzel főállásba foglalkozik vele, beilleszkedtek ebbe a rendszerbe. Nekik se jó ez, hogy ilyen gyorsan lemegy a szüret, mert a kombány kihasználtsága nem a kellő. Annyi van, hogy egy pár ügyesebb az elviszi a kombányokat másik borvidékre, akár Balatonra, akár Egerbe, próbálnak jobban kihasználni a gépeket, de mondom, a víz nélkül nem fogunk tudni létezni. Kell egy kis stabilitás az, hogy érezze a termelés, a termelőszféra, hogy tulajdonképpen amit lehet az időjárásból ki kell küszöbölni, megpróbálni kiküszöbölni. A fagy ellen valamilyen szinten lehet, jég ellen próbálunk védekezni. Hát itt jön be az, hogy évekig ment az a jégelhátó rendszernek iránti rágalom, hogy azért nincs esőben, van, máshol is aszály volt akkor is. Hát most ugyebár itt van legtöbb jégelhátó a arányaiban nézve, Soltvadkerten a legtöbb jégelhátó rendszer kiépítve, de hát ugye mindenki, hogy semmi köze az aszályhoz, ezt tökéletesen láthatta most is mindenki, még január-februárban sem volt eső, igazán akkor volt az a csapadék nagyon hiányzik, ami akkor nem esett le, akkor nem működött egy jégelhárító sem, ott ilyen 15-20 mm-re, 30 mm esett egy hónapban, úgyhogy itt felhalmozódó csapadékhiány van. Évek óta az altalajban kevés a csapadék, ezt jó lenne egyszer feltölteni, vagy feltöltődni valahogy. Ugye a mennyiségről beszéltünk már, hogy kevesebb szőlő lesz, mint amit megbecsültetek. A minőséggel mi a helyzet? Hát ez is változó. Ahol nagyon aszályos terület, ott a minőséggel komoly gond van, de ahol jók a területek, én nekem természetesen nem a cukorfok az egyenes következménye, mert az rendkívül magos, sőt, amikor örülnénk, ha kevesebb lenne, eljutottunk odáig. Gondoljuk vissza, hogy évekkel ezelőtt az volt, hogy nem születelünk be, nincs elég cukor benne, nem elég érettek a szőlők. Most meg a cukor, nem mindig az érettségét jelenti a cukor természetesen, a sav cukorarányok. Én úgy gondolom, ahol az ültetvény itt a környékben jól volt művelve, volt tápanyagutánpótlás, azokon zseniális borok lesznek. Kevesebb lesz, hát ott, ahol mondom, drasztikus aszály volt, ott nem beszélhetünk semmiről. Jól értettem, amikor azt mondtad, hogy egy hét múlva befejeződik a szüret. Ez azt jelenti, hogy mondjuk a későn érő kék fajta szőlők is beértek már? Rozénak szedjük a kéfrankos, túl van érve. A jövő héten, kövidinka néztem, nem pokoltan, jövő hét, mostanra kész van, jövő héten lesz a meleg, le kell szedni be, csak árt neki. Van még Eger 2, a Cabernék kész vannak, a Sauvignont, hogyha valaki rozét készít vele, le kell szedni azt is. Úgyhogy igazán ha valaki akar ilyen, nekünk lesz egy pár ilyen késői születe, de nem nagy tételekről, a Cselszegiből és az Ezerjóból, azt fönt marad még, de csak egy pár sor az egész. Még esetleg a nagy vörösbort akarunk a Cabernéből, azt még eldöntjük, hogy akarunk-e egyáltalán nagy vörösbort, azt fent kell hagyni, mindent le kell szedni. Magyarán én úgy gondolom, hogy jövő hét után maximum 2% szőlő fog fent lenni. És még egy dologról nem beszéltünk, az árakról. Az árak indultak 118-tól, most 140-nél tartanak, mentek föl, hát egyértelműen érzékelte a piac, hogy nincsen. Én úgy gondolom, ezt belföldön kell nagy részét eladni, mert ennek exportpiacon látjuk, most már nincs igény. Sajnos a nemzetközi piac is nagyon nyomott, főleg kékszőlők esetében, de hallom, most már egy pár helyen bekövetkezett
fehérborokkal is, most a melyik típusú, ezt utána kell nézni, de én úgy gondolom Magyarországon a fehérborokkal nincs gond, nem lesz gond, ez el fog kelni könnyedén. Én szerintem a kékszőlő is el fog kelni, meg a vörösbor is, abból adódva, hogy kevesebb a termés. Augusztus 16-án alkalmi lángossütők várták a piacra érkezőket. A csapat 16 kg lisztből több száz lángost sütött jótékonysági céllal. Az ötletet az adta, hogy nem régen egy delegáció látogatott testvérvárosunkba, Bodelshausenbe, ahol ugyanez a csapat nagy sikert aratott a helyben sütött lángosával. A bevételt a Soltfadkerti gyerekekre fordítják. Amit itt most csinálnak a sátorban, azt már begyakorolták, mégpedig akkor, amikor a testvérvárosba látogatott egy Soltfadkerti delegáció. Egy kicsit, ha mesélnél nekem arról az utazásról, milyen apropóból indultatok neki. Két évente szerveznek utcafesztivált Bodelshausenbe a testvértelepülésünkön, és oda mindig meghívtak bennünket. Most ugyan utoljára ilyen nagyobb delegációval, busszal a 2018-ban voltunk a Covid meg egyebek miatt, de most minden adott volt arra, hogy süssünk, főzzünk, megmutassuk a mi ételeinket, és nagyon-nagyon sokan várták ezt már, mert korábbi fesztiválokon megkóstolták, íz lett, amit mi kínálni tudtunk, és nagyon szívesen jöttek vissza. Úgyhogy ők is várták, mi is nagyon nagy örömmel mentünk. Egy teljes buszt megtöltött a vadkerti delegáció, marha pörköltet főztünk és lángos sütöttünk. És kik voltak ott a városból, kik mentek? Igyekeztünk most ezt az utat olyan civil szervezetek tagjaival megoldani, akik még nem jártak, akik szívesen jöttek volna, és hát vállalkoztak erre a munkára, mert itt nem csak szórakozásról, kirándulásról volt szó, bár a testvértelepülésünk vezetői azért egy félnapos programot, kirándulást tudtak szervezni nekünk, de azért ez kemény munka volt. Itt két este helyet kellett állni, vendégeket kiszolgálni, lángost sütni. Szombat este kettőig tartott a mulatság. Zenészt vittünk, nagyon jó hangulat volt, nagyon sokat kellett a kollégáimnak dolgozni, ezúttal is köszönöm nekik. Nem csak a kollégáimnak természetesen, hanem azoknak a civil szervezeteknek, a aktív nyugdíjasoknak, máltai soknak, intézményeinktől jöttek. Tehát nagyon sok ember összefogásából, és nagyon jól sikerült az egész utazásunk. Ugye a lángos az valahogy majdnem egy magyar specialitás. Nem tudom, Bodelshausenben kóstolták már? És most hogyan fogadták? Ugye mondtad, hogy íz lett nekik, de mit láttál rajtuk? Nagyon, tehát nem most először találkoztak vele, ismerték már, akik legalábbis akik ott a helyi fesztivált rendszeresen látogatják, és szeretik, várták, mert tényleg egy különlegesség. Ezt a típusú lángost sehol máshol nem készítik, úgyhogy nagyon nagy forgalmunk volt. A lángos előbb elfogyott szerintem, mint a pörkölt, de hát ugye ezt nem kell mondanom, aki már valaha életébe sütött lángost, hogy ezt előkészíteni, ott a melegben sütni, ez nem egyszerű feladat. És arra volt lehetőség, hogy egy kicsit hivatalosan is beszélgessetek az ottaniakkal? Igen, most már harmadik alkalommal találkoztam az újonnan megválasztott kollégámmal. Fiatal, nagyon fiatal, 32-3 éves polgármestert választottak Bodelshausenben. Nagyon jó, kellemes viszony alakult ki vele is, elődjével is, sőt a hivatalos program, nyilván a hivatalos megnyitó egy ilyen nem, tehát egy informális beszélgetésre is sor került az ő irodájában, és amit én mindig nagyon hiányoltam és fájlaltam, hogy a kettővel ezelőtti polgármester, aki ezt az egész testvértelepülési kapcsolatot beindította, kitalálta, megszervezte, ő vele valahogy még nem volt módunk hosszabban beszélgetni. És ő most meghívott a lakásukba, a családja, a társaságába, hosszan tudtunk vele is beszélgetni, úgyhogy
ezt a hiányt, vagy ezt a kis tüskét, hogy vele még úgy hosszabban nem tudtam beszélgetni, ezt is most sikerült rendbe tenni. Ugye ez a lángos sütés itt a piacon nem öncélú, ennek van egy fontos célja. Mi is az? Igen, a Bodenshauseni lendület, amit itt a kollégáim ott megtartottak és hazahoztak, azt gondolták, hogyha itt nem zavarjuk az itt minden héten kétszer lángos sütővállalkozót, már pedig most nem zavarjuk, mert elment szabadságra, akkor ők viszont szívesen pótolnák őt, és szívesen sütnének itt lángost, és a bevételt azt jótékony célra fogjuk használni. Azt majd egyrészt itt van a Máltai Szeretetszolgálat is, ők pontosan tudják, hogy milyen célokra lehet majd ezt jól felhasználni, de akár a művelődési ház is jó ötleteket adhat ehhez, úgyhogy a pénznek meg lesz a helye. Most nem ez a lényeg, hanem azt a jó hangulatot, amiben hazaérkeztünk, megtartjuk és folytatjuk még. Kóstoltad már a mostani lángost? Ez is finom lett? Igen, kóstoltam, nagyon finom lett ez is. Picit más, mint amit itt a vállalkozó csinál, de pont ez a lényeg, hogy mi ilyet tudunk. Ugye ennek a lángos sütésnek az eredete onnan van, hogy Bodenshausenben járt egy Soltatkerti delegáció, te is voltál? Igen, én is voltam. Közel 40-en voltunk, és hál' Istennek én is tagja lettem a csoportnak. És hogy érezted magad? Hiszen ahogy hallottam, azért munka volt. Nagyon jól éreztük magunkat, mert a nyugdíjas klubunkból négyen voltunk, és hát munka is volt, de telt az idő, jó el voltunk. Jól sikerült szerintem. És ugye ott sütöttetek lángost a Bodenshauseniek, hogyan fogadták? Jaj, nagyon, tehát nagyon, meglepően nagyon, úgyhogy nem, két nap sütöttünk, szinte nem is, volt olyan, amikor nem is győztük, olyan sokan jöttek, és megdöbbentő, hogy lekváros lángost kértek. Jaj, mondom, tehát mi készültünk, mert már volt, aki máskor volt, és mondta, hogy a németek szeretik a lekváros lángost. És mondtam ott, hogy amikor végzünk, én is meg szeretném kóstolni. Nem is volt rossz. Most ide is hoztunk, de nem bontották még fel a lángost. Ti mivel kínáltátok ott a lángost? Mi volt rajta? Ugyanaz, mint itt, tehát fokhagyma, sajt, tejföl, illetve aki kért, annak volt lekvár. És ahogy említetted itt is. Ugyanaz a feltét. Kik vannak most itt a sátorban? Kik dolgoznak? Azok a lányok dolgoznak, akik kint is dolgoztak. Tehát volt felajánlás, hogy szeretnének jönni segíteni, de mondtuk, hogy most ezt mit csináljuk. Vagyunk elegen hozzá. Úgyhogy... Itt a Nyugdíjas Egyesülettől is vagytok többen? Ja, mondtad, hogy négyen voltak. Most is itt vagyunk négyen. Tehát összetartunk, és ahol kell, segítünk, és itt is. Gondolom nem most kezdődött ez a lángos készítés, hiszen ugye ezt elő kell készíteni. Hány órára jöttetek ma? Jaj, ezt mi már tegnap este, vagy jobban mondva délután 4 órakor az önkormányzathoz összejöttünk, és ott begyűrtük, és hazavittük a tésztát a hűtőbe, és akkor ide 5:45 felé jöttünk. Látom, azért sokan vannak, gyülekeznek. Igen, sokan, meglepően sokan, és úgy néz ki, hogy keveset gyúrtunk be, bár többet, mint amit elsőre elterveztünk, de többre lenne igény. Nem tudtuk. Ugye, nagy érdeklődés lesz. Ugye tudjuk, hogy ami itt, tehát nem pénzért adjátok, hanem adomány, lehet adni, és ez jótékony célra fog menni. Így van, tehát nem pénzért, adomány, ki mennyit szán, a Soltatkerti Gyerekekért Alapítvány számlájára fogjuk befizetni, és majd mi szeretnénk meghatározni ott, hogy milyen célra osszák ezt a pénzt.
Nemrégen lemezfelvételt készített a Soltvedkerti Televízió a Gyöngyház Kulturális Központban a Csengődi Dankópista férfi kórusnak. A kórus jelentősége Csengőd és a térség kulturális életében vitathatatlan. A felvétel idején beszélgettünk velük történetükről és mindennapjaikról. Lágy esti széltő, csomdosott világ, és minden széles e világon, szerelmet éhező szeretni vágy, bevallanám és titkát szívemnek, elmondanám, hogy mit híven szeretlek. Elmondanám, de hasztalan beszéd. Nagyon jó volt. Ugye ez egy felvétel készült erről a mai műsorról. A Dankó férfi kórus szerintem itt a környéken azért sokan ismerik. Egy kicsit meséljen nekem arról, hogy annak idején mi hozta létre ezt a kórust. Hát úgy alakult, hogy 15 évig mi nyugdíjas klubba feleségemmel énekkarba énekeltünk, de hát hölgyek, fiúk. És akkor gondolkoztam, hogy nem lehetne valahogy összehozni férfiakból egy 30 tagú kórust, mondom, és akkor szépen, szebben hangzana az egész. És akkor, hát ugye mi osztálytársak voltunk a Tóth Attilával, és akkor találkoztunk, egy ilyen utcai buli volt, annak idején voltak ilyenek is, és ott beszéltem vele, hogy nem lenné benne egy ilyen kórus, mert ő végzett ilyen a zeneakadémiát, és mondom, hát nem-e vállalná, de a főnökséget, hogy te majd irányítod a énekkart. És akkor hát addig beszéltem, addig, hogy csak elvállalta. Na most akkor én megjártam a falut, összeírtam az embereket, hogy ki szeretne férfi kórusba benne lenni. Hát azt összeírtam 22 embert, abból csütörtökre, mert mind most is csütörtökön, csütörtökre eljöttek 12-en. Na most akkor Attila elkezdte, hogy hogy, mint, mer, meddig, és akkor elkezdtünk énekelni, és akkor mondta, hogy itt így, itt úgy, itt amúgy, mindjárt ketten vagy hárman, mindjárt. Én ezt nem, én csak, mint a kocsmában, úgy szeretek énekelni, szavaztok. És akkor a legközelebbi csütörtökön már 8-10 jöttünk, 12-en körülbelül. Na akkor ugye elkezdtük, és akkor Attila mondta, hogy itt lejjebb, itt följebb, itt magasabb, itt mélyebb, itt csendesebben, itt hol gyerünk. És akkor ugye így alakultunk, és akkor megbeszéltük, hogy minden csütörtökön próba a Csengődi Kultúrházba, és azóta is minden csütörtökön járunk próbára, most is megyünk majd csütörtökön. Úgyhogy, de most meg leszünk hívva még majd, mert voltunk a Kaskantyú faluba, és akkor mondta ott a vezető, hogy meghív bennünket, mert ilyen kórus verseny lesz, valamilyen kórusoknak a verseny. Szeretné, ha mi elmennénk. Hát mondom, megadtam a Tóth Attilának a telefonszámát, mondom, annak telefonáljon, és akkor beszéljék meg az ügyet. Szívesen vállalói, gondolom, mert hát szeretünk énekelni, és meg hát járunk amúgy is, ja, ki mit tud erre az öregek, ki mit tudja erre. Most voltunk Siófokon ott is, kiváló aranyat. Na most már csak azt tudunk. Kiváló aranyat. Egyébként emlékszik rá, hogy melyik volt az első fellépésük, és van-e olyan fellépés, vagy olyan esemény a férfikar életébe, ami úgy az ön számára kimagasló? Hát nekem az első, ugye Balaton mellette, Keszthely, Balaton, Keszthely, az volt, mert egyből, tehát még nem léptünk föl sehol, egyből ezüstérmesek lett első fellépés. Hát mindenki örült, hogy hú, így. Azóta meg arany, 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 és akkor egy jó darabig arany, arany, most meg már kiváló arany, kiváló arany, kiváló.
a Dankó Rádióval is volt valamilyen módon kapcsolatuk, ugye? A Dankó Rádióval is volt, a Dankó villába énekeltünk, és ott is, hát ezt mondtam, hogy Attilával tessen beszélni nevelem, mert ő a főnökünk, ő tudja, hogy mi a helyzet. Az is ilyen újságíró. Most tudtam a nevét is, de már öregszek. Elfelejtettem a nevét. És voltam igazán emlékezetes, ami valami miatt, mondjuk nem azért, mert arany elismerést kaptak, hanem valami miatt, hogy nagyon megmaradt a fejébe egy fellépés. Volt olyan? Hát akkor még tudtam táncolni, és akkor ugye ismerkedési est, az mindig szokott lenni másnap este, vagy aznap este, mikor, hogy. Na és akkor még tudtam táncolni, és akkor táncolni. Az nekem nagyon tetszett, de most már csak üve szeretek táncolni, mert nem tudom. Megöregettem. Ugye azt már hallottam az előző interjúban, hogy csütörtökönként szoktak találkozni. Egy kicsit most a dalokról beszéljünk. Én amit hallottam a vadkerti műsorukból, az mind valamilyen módon bordal volt. Ez tudatos? Hát attól függ, hogy hol lépünk föl. Mert ha versenyre megyünk, akkor is mást állítunk össze. Ha például itt Soltvadkerten voltunk milyen borászati rendezvényen, és ott természetes, hogy bordalokat énekeltünk, de hát elsősorban, amikor kezdtük, akkor mivel Dankó Pista nevét vettük fel, elsősorban nótákra álltunk rá, elsősorban hát a Dankó nótákra. Csak hát a kollégám már itt az előbb említette, hogy több versenyen is részt vettünk, meg több faluba elmentünk. Na most én úgy gondoltam, hogy eléggé egysíkú az, ha minden csoport, mindenki magyar nótát énekel, vagy csak népdalt. És én próbáltam úgy az egész műsorunkat összeállítani, hogy lehetőleg minden műfajból legyen benne. És így gyakorlatilag énekelünk ugye elsősorban Dankó nótákat, akkor énekelünk opera slágereket is, ugye nem kell messzire menni, a Rabszolgakórus a Nabukkóból az azért elég ismert, és én azt hiszem, hogy minden néző számára fogyasztható valami, és operettet, musicalt, ami éppen az megköveteli a helyzet, hogy mi legyen. Ha mulatni kell, akkor mulatunk, ha sírni kell, akkor sírunk. Tehát mindig úgy próbálom összeállítani a dalokat, hogy a helyzetnek megfelelően. Mit jelent önöknek ez a kórus a hétköznapokban? Gondolom nem elsősorban az, hogy érmeket nyerjenek. Hát én azt hiszem, hogy elsősorban az életünket jelenti, mert ugye majdnem mindenki 80 fölött van. Én speciál még nem értem el a 80-at, csak kezdtem, meg egy páran. Egyetlen egy tagunk van, aki fiatalabb tőlünk. Sajnos ketten már, sőt hároman nincsenek köztünk, mert ők elhunytak. És na, ezzel kapcsolatban például volt egy olyan rendezvényünk, mert csináltunk annak idején olyant, hogy kimondottan ilyen pótszilveszternek neveztük el, de a Dankó kórus szervezte, mindent mi csináltunk, és sajnos éppen előtte hunyt el az egyik tagunk, és hát annak ellenére, hogy ugye ez egy vidám rendezvény volt. Legelőször azzal kezdtük, hogy elbúcsúztattuk ezt a tagunkat, és mivel búcsúztattuk, egy Dankó nótával, ami az most van a naplemenőbe. És ez nagyon tetszett a közönségnek, sőt minden felszólítás nélkül felállt a közönség, és egy percig néma csendben álltak. Ez egy nagyon meghatározó dolog volt a
az együttes életében. Azért mondom, hogy mindig az alkalomnak megfelelően próbáljuk megcsinálni dolgainkat. Ugye most itt a színpadon ülünk, és az előbb még önök álltak itt a színpadon. Mi készült? Itt tulajdonképpen a Pályer Ildikónak a kezdeményezésére készült egy DVD, ami hát azért készült, hogy ha mi már nem leszünk, és esetleg valaki még kíváncsi lesz ránk, hát akkor az meg tudja nézni. Csengődön elég régóta műveljük ezt a műfajt most már, így nagy örömmel vettük az Ildikónak a felkérését, hogy csináljuk meg ezt a DVD-t. Hát most elég fárasztó nap után vagyunk, valószínű a hangomon is érezhető, mert hát ugye a felvétel az abból áll, hogy nagyon sokszor meg kell ismételni mindent, mert a legkisebb hibát sem engedhetjük meg magunknak. Most őke szellő, lenge szellő, játszik a kiszám. Ott él egy nép legendát népe, ott az én hazám. Most ősi vártán, ősi álmát, ős Csaba vezér, kicsi lagoknak, édé útján, vissza, vissza tér. Újjön szívünk, várva várja, úgy vezeng a trombitája. Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország, gyönyörű, mint a nagyvilág. Szó, látom ragyogó, szép ország. Tátos maripákon tova szállunk, haza hív főfalom virág. Úgy sír a hegedű, vár egy gyönyörű, szép. Határon szár repül a szél, húszáró kedve, érj csak be, hogyha szállja kér. Úgy zeng a trombitájuk, gyönyörű vagy Magyarország, gyönyörű, mint a nagyvilág. Ha zeng a zene szó, látom ragyogó, szép ország. Tátos paripákon tova szállunk, haza hív főfalom virág. Vár egy gyönyörű, szép ország.
Az Ambrus Asztali Tenisz Akadémia szervezésében edzőtábor tartottak Solt-Vadkerten, amelynek szerb vendégei Topolyáról érkeztek. Itt az előbb azt hallottam, hogy itt Solt-Vadkerten nem ismeretlen. Miért is? Igazából itt Ferenccel összeszámoltuk, és közel 40 év szakmai és baráti kapcsolat köti össze a két települést, és gyakorlatilag a két családot is. 2005-ben és 2006-ban itt dolgoztam edzőként. Előtte sokat előkészületeztünk, edzőtáboroztunk itt még gyermekként, játékosként, a Büdöstón, illetve a terembe. Most pedig elkezdtek az én gyermekeim is asztalitenészezni, úgyhogy most családapaként, edzőként kísérem a gyermekeimet, és akik itt edzenek, edzőtáboroznak ezen a héten. És Topolyán is egy gyerekeket, és ha igen, akkor egy kicsit meséljen erről. Igen, tehát Topolyán a TSC asztali tenisz klub keretein belül működünk. Ugye a TSC futballklub egy elég erős központot és nagyon jól szereplő együttes. Ennek a TSC asztali tenisz szakosztályában vagyunk mi, ott edzünk, edzősködöm is. Mostanában kevesebbet, régebben picit többet, de gyermekeim ott játszanak, ott versenyeznek, és igazából az egésznek az apropója az, hogy augusztus végén játsszák a korosztályos Európa-bajnokságot Franciaországban. Próbálunk minél jobban fölkészülni erre a versenyre. Mert? Ki ott fog szerepelni? Így van, tehát bekerültek a keretbe, a szerb válogatottba, és ott fognak játszani gyakorlatilag. Ez az egyik legkomolyabb nemzetközi versenyük, ami vár rájuk, és egyáltalán is a saját kis karrierükben az első olyan verseny, ami jelentősnek mondható. És mennyi idősek a gyerekei? 11 és 12 évesek, egy kisfiú és egy kislány. Két éve játszunk, nem játszunk túl rég. Igazából mi megpróbáltuk a focit és megpróbáltuk a röplabdát, de aztán valahogy az asztali tenésznél kötöttünk ki, és hát körülbelül egy éve elég intenzíven én dolgozok velük egyénileg, és mint ahogy mondtam, a klubba csinálják a többi, az edzés a többi részét. Mi minden történt most a héten, ugye nem olyan régen vannak itt. És miért gondolták, hogy eljönnek ide Vadkertre edzőtáborra? Igazából itt azért szeretünk, mert egyrészt nagyon sokat edzünk, tehát délelőtt is 3 óra hosszát és délután is 3 óra hosszát, de ezek az edzések valahogy nem tűnnek annyira megterhelőnek és soknak, nagyon színesek az edzések, nagyon sok versenyszituáció van, nagyon sok érdekes gyakorlat, koordináció, kondíció, és valahogy is színes az egész. A két edzés között a gyerekek társas játékoznak, és valahogy az egész idő annyira hasznosan és érdekesen és színesen ki van töltve, hogy gyakorlatilag ez a napi, hát mondhatni 8 óra hosszának még itt bent vagyunk a klubban, az nagyon gyorsan elrepül és nagyon tartalmas. Közben leskelődtem befelé, és gyerekekkel játszott. De ez gondolom nem egy komoly mérkőzés volt. Hát igazából igen, néhány gyakorlatot csináltunk, és utána lejátszottunk egy szetteket. Nagyon ügyesek a vadkerti gyerekek, azt kell, hogy mondjam, úgyhogy nem mondanám, hogy ez egy komolytalan vagy könnyű volt. Ügyesek, és nekem is oda kell figyelni természetesen. Kedves nézőink, ennyi volt már a Vadkerti Krónika, amelynek legfrissebb számát a szokott időben, jövő héten kedden este 7 órakor láthatják, de tartsanak velünk továbbra is, hiszen már is jövünk a Solt-Vadkerti magazinnal.